A Kronométer.hu bemutatja Őszintén Órákról Ma mai forgatási napunk utolsó felvételéhez értünk bim bam, bum. Amiben foglalkozni fogunk egy edox-szal wow. és egy magyar szervezésű nemzetközi órabörzével Kezdjük az órabörzével Kezdjük az órabörzével 2023. március 5-én volt az első Nemzetközi órabörze elnevezésű, Nemzetközi Órabőrzét Hon, uh -huh. ami egy teljesen új cég szervezésében készült. Ebben a legkülönlegesebb és legérdekesebb az volt, hogy ők teljesen outsiderek uh -huh. az órapiacon. Tehát ők nem kereskedők. És szerintem ezt így lehet jól csinálni, mert még COVID előtt volt 10-valahány alkalommal, vagy 10 alkalommal biztos volt, Meeting, uh -huh. amit itt a pesti órásos és egyéb órakereskedő kollégákkal szerveztünk a Korintia Hotel Budapestben, de azt a Covid elmosta, és a Covid után meg már úgy voltunk vele, hogy hogy úgy nem nem az igazi, az árak is megváltoztak, és uh, nagy helyszínre tervezett, nagyobb volumenű órabörze az nem volt itthon tovább. Uh -huh. És aztán egyszer csak tavasz, vagy hát tavaly év elején, még talán december végén lépett színre a Unique Capital hogy akkor ők most megcsinálják. Az volt az érdekes, hogy sikerült egyből csinálni egy nagy bőrzét. Mert ugye az szokott működni, hogy először csinálják egy kicsit, és ha kicsi megy, akkor... És itt most az egész, tedd be célkitűzésnek, és a törvény alapján el fogsz tudni oda, hogy az valóra váljon, ja. egyből lesz egy nagy bőrzét. Ja. A számok, amiket mondanak, az ezer fölötti látogatószám, az nagyon erős. Az nagyon erős, tehát régen ilyen karácsony előtt volt. Most Covid előtti karácsony előtt. Ja, igen, igen, az, azt tegyük hozzá, igen. még a békeidőkben 2019-ben. Jézus, se tudom meg az, igen, volt. Én beszélgettem a főszervezővel, Józsa Mátéval. Nagyon érdekes, hogy mit, mit mondott, és azért ezt... Most legyünk őszinték, nem tudom te hány óra bőrzén voltál, én ott ismerkedtem meg a Dáviddal személyesen egyébként. Mikor még ott még a nem írján. volt. Igen, a, igen. Én azért mentem oda, mert te ott voltál, és most meg, ne, igen, között, mert, találkozón. Igen, mert én mondtam neked, hogy szeretném, hogyha beszélgetnénk egy picit, mert akarok indítani egy magyar nyelvű órás blogot, és hogy, hogy így, egy picit így beszélgessünk, vannak-e ötletek? Mikor volt? 2015-16 könnyű. 16 valahogy. Durva. volt. És emlékszem, hogy szétfikáztad a pateket. Na mindegy. És uh, jött a, a, az új lehetőség arra, hogy legyen egy normális bőrze, vagy hát, hogy mondjam, egy ilyen nagy, kiterjedt bőrze. De azt tegyük hozzá, hogy a bőrze az valahogy, nem tudom, nekem ez az ásványbőrze, a kis én a bőrze, szót nem szeretem, mert ezek a, ezek a kispolgári események, ezek annyira elcsépelték. És most a kispolgári alatt azt értem, hogy egy órabőrzének valahogy egy, egy nemesebb helynek kéne lenni. De ez bizonyos, olyan, mint expónak, a Swiss Made. Vagy egy... vagy a Swiss made is azt hogy egy valami, aztán kiderül, hogy a tok vagy a szík Kínába készült, de. stb. Csak itt az a terv, hogy ez fordítva süljön el. Tehát bőrzének van beállítva, de amúgy ezer ember ott van egymás egyé hátán, és egy nagyobb volumeni, vagy nagyobb uh, vonalú uh, rendező. Meg hogy nem akarnak át. Mert ugye a bőrzével Alapvetően az a baj, hogy ott kevesebb lehetőséged van utána járni, utána nézni, stb. Pont ezért engem tökre zavart, hogy itthon a bőrzéknek egy jelentős része az csak óra simogató. Uh -huh. Kifizeted az asztalt, elmész, jó, jó pénzt kifizetsz az asztalért azért, hogy mindenki csak felpróbálgassa azt, amit látott online hirdetésben. Ilyenkor rájöttök, hogy milyen az, amikor valaki órás üzletet üzemeltet. A sokkal jobb, mert, mert ide be kell jönni célzottan, tudod? És hát miért is a bőrzére nem kell De, de az már, én azt tök másnak érzem. Ide, so, ide nem jönnek be annyira simogatók, uh -huh. mm. aki bejön, az konkrét szándékkal jön be. Uh -huh. Sokkal sebb a simogató, és pont ezért a, nem is fáj annyira. Ja. Ha mégis, a, jön ha van. mégis csak simogatni jön, mert, a, mert őt is majd ott, ott is lehet konverzió. Ja, meg az sem mindegy, hogy hogy simogatsz, Mert ugye benne van azt tudod, hogy most Összes gyökér vagy, és nem ment szépen az órával, meg nem is érdekel különösebben, csak nem tudom mi, vagy tényleg megtiszteled a másiknak az idejét, és megnézed, meg ilyenek, aztán utána kicsit tovább állsz, hogy ilyenek. Tehát, hogy igen. igen, és aztán márciusban meg az első hazai nemzetközi órabőrzés, a nemzetközi mi mindjárt kitérünk. A... Tehát 2023 március most. Most egy fél évvel ezelőtt. Igen. És jól sikerült. Ami elsőre szerintem egészen nagy dolog. Annyira lett jövője, hogy lesz még már be van táblázva 5. A következő az szeptember 30-án lesz, tehát nagyjából 4 hét múlva. Vagy és attól függ, mikor meg ez az adás, de szeptember 30, ez a lényeg. És ugye az a nagyon jó, hogy így legalább lehet előre tervezni. Az eddigi bőrzék azok mindig ilyen egy-másfél hónappal lettek bejelentve. Itt pedig az egész jövő évet hogy március 3, május 26, szeptember 22 és december 1 ugye, jövőre. Igen. És tök jó, hogy például végig a bőrzés, végig a Lurdi házban, végig úgy szervezve, hogy a Müncheni bőrzét ne üsse. Ugye arról már talán egyszer régen meséltem, hogy a, a de csak röviden, hogy, hogy az ott a, a, az egy ilyen az milyen, milyen, milyen bujborgó pokol, tehát az ott a, a pokol hetedik bújra. Köszönöm szépen. Tehát ott vannak az órakereskedők, akik egymást próbálják lehető legmívesebb módon nagyon keményen átverni, és, és pont ezért nekem mindig volt egy ilyenféle. Ez mély igen. És nagyon sokan például, és ezt itthoni bőrzékről tudom, sajnos a milyenken is tapasztalták régen ezt, hogy a kereskedő más árat mond a bőrzén, mint amennyiért online hirdeti. Uh -huh. És amikor hirdet valamit mondjuk 1 millió 8 -ér, az ember érdeklődőként elmegy, és ott mondanak rá neki egy kettő és felett, akkor így azonnal elmegy a vásárlástól a kedve, mert hogy most tényleg ennyire yeah. hülyének nézett, azért jöttem ide, mert egy nyolc. Yeah. Nem, ez kettőt, az egy másik óra. És tudod, ez így annyira, nekem ez tök rosszul esett, amikor ezeket hallottam. És a nemzetköziségben meg az a lényeg, hogy ugye ez az első konkrét törekvés arra, mire egyáltalán nem törekedtünk annak, hogy külföldi kereskedőket is bevonzanak. Hmm. Ami jó. Az az érdekes, hogy itt vagyunk ebből a kis pici országba. De azért mégiscsak saját nyelvet beszélünk, saját fizetőeszközünk van, saját szokásaink, saját minden. és... egy és... dolgot. Nem, ezek mind jó dolgok. Igen. És, igen. És, uh, és, és szerintem, és, mégis, mégis, olyan dolgokra maradunk le, meg olyan dolgok nincsenek, meg oké, a részpiac, a részpiac, hogy ez valami elképesztő. És nekem hiánypótló egy ilyen, egy ilyen óra börze, most ez vagy akármi. Tehát, hogy ha, tehát, hogy kell lenni egy ilyennek. Tehát, hogy az, hogy nincsenek ilyen rendezvények, ez számomra abszurd, és ezért szeretem a kis közönség találkozónkat is, meg ilyes, mert itt van az óra közösséget összerántani, az egy hiánypótló dolog. Ezek az alkalmak is, a közönség találkozók is, meg minden egyéb, amit amúgy tervezkedtünk, de sosem csinálunk meg, mert nincsen időnk, meg energiánk, hogy egyszerűen ezt, ezt meg lehet, és meg kell tudni csinálni, mert itthon azért sok ezer szám mennek azok az emberek, akik szeretik az órákat, akik élik, akik költenek rá, akik áldoznak rá, É, és, és, ennek azért illik adni negyed évente egy esemény, szerintem. Igen, és tegyük hozzá, hogy most ki voltak egy csomó így az Evolvens is, de Aha. szerintem volt asztaluk. Nem, emlék, nem voltam ott, uh -huh. nem voltam akkor Pesten. A Dark Side of the Watch, a Fehér Tomi. Aki, aki arról lett most már nagyon híres, mert hogyha jól tudom, akkor vagy a Philipsnél, vagy a biznél is árverezték el egy FP Zsorn képét. Igen hogy ő kézzel, ceruzával megrajzolja az órát egy óriási A1-es, méretben, ja. hatalmas méretben, fotorealisztikusan, ceruzával, és utána eladja az eredeti, eredeti, változatot nagyon drágán, és egy speciális digitalizálási módszerrel, utána pedig nyomatokat készít és árulja egyébként ahhoz a belefetett munkához képest, aki várhat. ő is volt például. Kíváncsi vagyok erre az órabőrzére. Kérdés volt, hogy mi ott leszünk-e? Volt kérdés? Igen. Hát az, hogy vendégként ott leszek-e, az nem tudom, az attól függ, hogy az órás dolgok miatt éppen akkor ott itthon leszek-e, vagy nem. Ja, Ez nem nekem is. Szintén zenész. Asztalunk nem lesz. Nem, 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 nem fogunk ott MC-zni, vagy ilyenek, igen. meglátjuk. Vannak konstruktív ötleteink arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne ebben némi, közö, némi ilyen, ilyen, ilyesmit bevinni. Írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e velünk ott találkozni. És azt, hogy ha igen, vagy ha nem, tök mindegy, akkor milyen ott levős extra programoknak örülnétek. Ja, ez jó, írjátok meg alul. Edox, CO, C1, c 2023. 1. szeptember 30, Lurdi Így van. Ezzel már forgattunk, vagy nem ezzel, ilyennel. Ilyennel, sőt, Jó, kétszer is szerintem. Nem, egyszer forgattunk ilyennel, amikor Pomázon voltunk a még házában, erre a mai napig emlékszem. Az uh -huh. CO01 karbon kronográf automatik is valószínűleg. Hm. Kitaláltam, hogy a CO1 ez a karbon, a CO az itt a karbon ja, vonatkozik. Svájc. Az összes tevénél foglalt volt már. Érted? Most minek hívják tényleg? Kezdjük az edox a vagyok. Ebben most talált ki, mi a különleges, anélkül, hogy elolvasnád a hátlapon, hogy... Ez egy szép acél kvarcóra, vagy még buffalák, mint valahol ezer méterig vízálló. Ez Előbb, elő, 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 nem, mondtam igazat. Mert, mert? Mert? nem ott forgattunk. Nem. Hanem? Nem acél. Titán? Igen. Na, oh, tényleg. Annyira náthás szegényként, hogy nem vette észre. Nem. De nem ez a lényeg benne, hát nézd meg azt a szíjat. És itt azt, mindjárt... az... Mennyire szépen van amúgy ez megcsinálva? Ez a lényeg, és erre annyira, amikor Oly. láttam ezt először, akkor mondom, ez nem igaz, mert egy picit látszik rajta, hogy más tónusú, mint az acél szokott lenni, de, de közben nem gondolsz bele mélyebben, mert rendesen meg van csinálva, mint ha acél lenni. Azért becsapósít az egész, mert, mert nagyon sok ma. minden történik egyszer. Nagyon vastag és nagyon nagy, ezer méterig vízálló következésig gondolsz rá, hogy nehéz lesz de karc, úgyhogy valószínűleg hogy könnyű lesz. De utána gondolsz arra is, hogy acél lesz, és nehéz lesz. Tekint, hogy valószínűleg egy... Hogy... Of, hogy vannak, vannak, itt Bocsán olyan járdák, amik van. nem olyan vastagok, mint ebben az a zafir Ezért ugye az órának a feje valamilyen szinten nehéz, de közben mivel titánatok azért könnyű. A szíj az iszonyatosan fényes, és olyan szépen van meg hogy nagyon ritkán titánból, tényleg. Valóban. És olyan, oké, okay, szürke, szürke, az nagyon hogy tényleg, hát nyilván. Sheri, mi pénz? Mennyibe kerül ez a karóra? 774.500. Na. No. Sok vagy kevés? Egy ha azt nézzük, hogy sok, akkor sok, de ha azt nézzük, hogy... Egy ezer méteres titánbúvár Nem sok. Ami így meg van csinálva, mert ez a lényeg, mert biztos vagyok benne, hogy mondjuk a Citizen is áru titán buvárt, érted fel ennyiért, vagy nem tudom. Harmadért is talán. Harmad ennyiért. Forgattunk ez a Sertinával, fú, az mennyire egy fantasztikus óra volt. A, a DS Action Diver titanium -mal? Úristen, de jó volt. És semmi hogy Én... ez gombokért ment akkor. Gombok Igen, ér. és akkor, amikor azt kiadták, ami 10 éve volt, vagy 15, akkor a titán volt 270, a sima a cél 180. Ha 10 volt 270, akkor az ma minimum 5, 40 vagy 500. 4. 4? 4. 4. 4. Jó, akkor 450. De az ugye 300 méterig vizeló, ez 1000-ig, azért az nem olyan, hogy nagyon akar háromszor is koráírjuk, hanem az tényleg teljesen máshogy kell tesztelni, máshogy kell felépíteni, máshogy kell kifejleszteni, tehát nagyon komoly a különbség. 470, 4, ja, egy, mm-es, 300 méterig vízálló. Egy 300 méterig vízálló, nem kronográf, titán szertina, action Dive, DS 370 action. 000. Az 370 ezer. pont fele ennyibe kerül, de pont fele ilyen szép se a szíj. Tehát ez egy teljesen másik kategória, és nem azért, mert részben fényes részben meg uh, hanem ezen látszik, hogy ez, ez, egy másik szint. Tehát az egy, az egy nagyon elismerésre méltó, meg szerethető csomag ez a DS Action Diver, de az, ahogy ez a szín meg van csinálva, ez eszmehetlen durva. Nem az nagyon tetszik. De ez, ez is... Nem, is, nem is egy forma szint, semmi. Amivel nem baj, csak azt mondom, hogy az nagyon jó ranyér. Abszolút. Ez meg egy órányért. Itt, itt a kompromisszum az nyilván a kvarc, mert ó, a tok az olyan vastag, hogy egy 70-50-es is mosolyogva elfélne benne a múlt kis uzással. De kapsz hérium szerepet 1000 métert, óriási hatalmas zafír egy forgatható lünet, tehát teljes, titán prezentációt, még a csat is annak tűnik. Nagyon-nagyon szépen finisírozva, és ez, ez, egy kicsit ilyen órabubunak kell lenni szerintem, vagy nagyon jó érzékel kell tudni szeretni a szép dolgokat, hogy meglásd, hogy, hogy ez mennyire komoly, hogy ez titán. És hogy a titán ilyen szintre finisírozza valaki. Ez nagyon komoly. És mivel könnyű, oké, okay, nagyon vastag ez az óra, szerintem ez 16-17 mély biztos, hogy van de hordható és könnyű lesz. Aki szereti a nehéz órákat, az nyilván el fog ettől pártolni, de sokkal hordhatóbb lesz szerintem. Nem annyira könnyű, mint amennyire könnyűek a titán órák Mint ledig, az a szertinat. Amik miatt a titán órákról van az embereknek ez a alufólia feelingje. Prekoncepciója. Amúgy ez, ez is elég. A fejre azért nehéz ez az óra, de... Az edox. Nem, az a mega is. Tényleg? Ja. Én ezt nem értem nagyon könnyű. Nem. Tudom, hogy miről beszélsz, amikor ilyen könnyű titánt mondasz, de szerintem ez nem pont az. Nem az? Szerintem nem. Könnyű, de... De a másik is sokkal nehezebb. Nem. Fú, vasszus, ez, ez nagyon komoly, ez a rock Ebből a szempontból. Oké, a, a netáról tudunk valamit, hogy kell elmények? Király, a... Na, király. Nagyon helyes. Keremia, És pici bizony. csavarokkal, egyéni csavarokkal, lúmas kis pippel, ugye, lumineszkáló pippel. Um, Ja. Ez egy nagyon érdekes gyakorlat az Edox-tól, hogy azt mondták, hogy akkor költsünk el ennyi pénzt egy színre, meg egy tökra. És akkor nézzük meg, hogy mi történik. Szerintem jól csinálták. Sziszméd, tokis, c 01 És a hélium szerep az oldalán, az zaracú políros kb. Ezt szóval Tényleg szépen, látszom igen. benne. <laughs> Szerintem ezzel a tokkal szia, az én lelkemben az Edox helyre hozta a, a azt, amit a Neptunian Grand Reserve oldalán sérelmeztem. Igen? Hát, abszolút. Semmi. És végre Tehát. van funkcionális. Ja, nem volt letekerve. Koronazár. Ja. Hát a 1000 ezer méter ez kell is. Tehát mint a Rolex d csak száz méter. Nem ezer. De mondjuk fel most. <laughs> de kerem jelő, te kerem ja. Nagyon komoly. Uh, ja, 750 ezer nagyon sok pénz, de egy, tit, egy ilyen titán szíjér, meg titántokért azt mondom, hogy megéri. Ugye ez a C01, ez a, ugye a Azért van egy hajócsavar a hátulján, mert ugye ezt a Verseny kollekciót hajózásos. a versenymotor csónakos hajózásnak szentelte. Ja. A márka egyébként elég jól, mert ott nagyon erősen támogatják is ezt a sportot. Igen és uh, így ránézés, hogy semmi, semmi hasonlóságot nem érzek a, a, között, a sport között és a edox között. Hát az a lényeg, hogy ha bevágódsz a vízbe, akkor még te az, azért pürésedsz, addig az órád még vígan el Igen, mert valószínűleg, ha azzal a sporttal azzal a motorcsónakkal Akad a vízbe, akkor minden ott annak. már tényleg pürésedsz. Igen. De ez el fog még Na, akkor. Na, legalább a marad valami. Igen. Kék a számlap, jók ezek a kis nőncság, a kiegészítők. Nagyon vastag ez az, ez, az óra, tényleg, de egy tank az az a Tehát, hogy ezt mondhatod, hogy mikre képesek van ezek az órák. Ez pont a tehát ha, ha valaki szereti a Vostok de szeretne átlépni Svájcba. Ja. Amúgy ja. Akkor jöhet. Ja, meg mondjuk kétszer annyit fizetni, mert amúgy ez tényleg, ez nagyon komoly. Tehát azért a Vostok nagyon sok különböző okból tartom egy szeretető márkának, de ebbe itt tényleg azért eléggé falnak mentek, ami a minőséget, meg a, ment a felületkezelést illeti most azt mondom. És titán és kiütős. Ja, igen. Nagyon kevesen csinálják meg. Mit? Omega sem csinálja meg csavarosra. Ja, igen. A titánban igen. Mindenki a mindenki, aki Most egy valakit kiszi. láttam, aki a meletes csinált, és nem fogja szemlítani, hogy már Köszönjük, hogy néztetek ezt az adást. Viktor már majdnem ki a képből, de talán még jók leszünk. Uh, én még mindig meg vagyok fázva, de remélem, mire ez az adás nem, addigra már jól leszek. Vagy találkozok az Orbőzni, vagy nem, írjátok meg alul, hogy szeretnétek-e, hogy ott legyünk, és hogy igen, akkor milyen programokat képzeltek el. kíváncsi -e várjuk a kommenteket, addig is találkozunk patreon.com per kronométer csatornatagság között, illetve a jövő egyszernál 19.30-kor egy új YouTube videó a premierén. A YouTube. A YouTube. Sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta...